Itt még fűtik a gőzgépet, a masszív szerkezet pedig nem sokkal később már ezt a favázú cséplőgépet hajtja. Mindkét gép muzeális érték. Hazánkban 1849-ben használtak először gőzgéphajtású cséplőt. Ezek 1914-re az egész országban elterjedtek. Közben megjelentek a motorhajtásúak is, melyek kiszorították a ma már igazi ritkaság számba menő lokomobilokat. Szilágyi Péter hatalmas gyűjteményének egyik legkülönlegesebb darabja ez. A tulajdonos szinte mindent tud a veterán gépekről. 2009-ben ő indította el az országos gépészkovács találkozót. A gépészkovács találkozónak az egyik hozadéka az, hogy ma itt lehetünk, hiszen a cséplőgép tulajdonos Szabados Józsi barátunk is nagyon sokat, ha szabad ezt mondom, merített ihletet a találkozóból tőlem. Tehát ugye egy kicsit fiatalabb generáció, amiben tudok én is segítek nekik, elég széles ismeretem van a régi gépekről, nem csak ezekről, hanem akár motorkerékpár, akár autó. És akkor hát nyilván a fiataloknak segítek, és akkor azért azt büszkén elmondhatom, hogy az idén a 13. találkozón már több mint 10 új fejtői veterángép tulajdonos volt, aki kiállított. Legalább ennyire különleges maga a cséplőgép. A szerkezet favázas, felújítását tavaly októberben kezdte Szabados József, a mostani esemény szervezője, a rekonstrukcióval pedig a gép szinte teljesen visszanyerte eredeti állapotát. Az utolsó részben a barátok nagyon sokan voltunk 10-en. 15-en, 8-an, mikor, mennyien voltunk. Mindig, amikor szóltam nekik, akkor nagyon sokan hozzá tudtunk járulni ehhez, hogy vannak közül mezőgazdasági gépszerelők, asztalos munka nagyon sok volt rajta, asztalosok is nagyon sokat segítettek. Én jó magam, mint ács vagyok, én is sokat dolgoztam benne. Lakatosok, karosszériások, ezek az emberek nagyon sokat segítettek nekünk, hogy ez így lejöjjön. A multidéző rendezvényt első alkalommal szervezte meg az újfehértói hagyományőrző baráti társaság. Megbeszéltük a szervezőkkel, ha Isten is megengedi, akkor jövőre nagyobb nyilvánossággal meg fogjuk rendezni ezen aratónapokat, mert szükség van a közösség összetartása miatt ilyen rendezvényekre. Az esemény célja a veterángépek bemutatásán túl az, hogy a fiatalok is megismerjék a mára feledésbe merült, különleges tudást igénylő szakmákat. Milyen munkát végzel itt a cséplőgépnél? Rudashúzó vagyok. Pontosan mit akar, mit csinál a rudashúzó? Hogy a pejva kiesik, és én azt hordom el. És mennyire nehéz szerinted ez a munka? Hát nehéz. A cséplés egykor a legnehezebb szezonális munkának számított, mivel a 25-30 főt számláló cséplőbandák napi 14-16 órát dolgoztak a gép mellett.